Trianon 1920, zenés történelmi játék, részlet. Szövegét összeállította és rendezte Koltai Gábor, zene és dalszöveg Koltai Gergely Kormorán. Előadja az ipolysági Pongrácz Lajos alapiskola mellett működő csillagszóró színjátszó csoport. Titkos megállapodás a derült fény. A párizsi szabadkőműves világkongresszus már 3 éve megrajzolta Európa háború utáni térképét. 1920. január 7-től a magyar békedelegáció Aponyi Albert gróf vezetésével a francia fővárosban tartózkodik. Bethlen István és gróf Teleki Pál is a küldöttség tagja. Képviselőink 8 jegyzékben alaposan dokumentálták a magyar ellenvetéseket. George Clemenceau francia miniszterelnök átadta a békefeltételeket, de küldötteink meg sem szólalhattak a vitában. Lloyd George brit miniszterelnök nyomására Aponyi gróf meg is kimondta, hogy a békefeltételek számunkra elfogadhatatlanok. 14 éves, 4-es gimnazista voltam akkoriban. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel merett maga elé egy hosszú percig. És akkor megkondultak a harangok, Kovács Demjén tanár úr a térképet felakasztotta az állvára, és mindezt egyetlen szó nélkül. Aztán megállt előtte, és nézte olyan arccal, olyan leírhatatlan lájkifejezéssel, amilyet még sohasem láttunk örökké szigorú arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet, és az előtte álló, szürkülő hajó cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére, és inkább magának, mint nekünk ennyit mondott. Konzumátum est bevégeztetett. 54-en voltunk. 54 14 éves magyar diák. A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább. Leborultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. Nagy Magyarország keresztre feszítésének napja volt. 1920. június 4-e. Péntek. Volt apám, volt anyám, volt Istenem, volt hazám, volt bölcsőm, lesz szemfedőm, volt csókom, volt szeretőm. Elvették az életem, mi maradt, az is sérelem. Egy emberöltős így vagyok, adtam, semmit nem kapok. Nem kellek én senkinek, az ördög élet mindenem. Tiszta szívvel gyónom én, hitem, még van remény. Bevégeztetett, napnyugat felé pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz a szívünk, és fáj a szemünk. Ott lebukott a nap, és csak az ég veresedik még. Attól csak könnyünk csordul ki már. Vigyázzunk! A könyv drága, és ne lássasz senki idegen, ami nekünk fáj. Kinevetnek, gúnyolnak, magyarként meghurcolnak. 1920 után van, még sincs hazám. Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni. Neked nyugodtan írhatok valamiről, amikről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Iskolai ünnepélyeken tavasszal kiáltották hangosan. Azt mondták nekem, hogy szeressem. Kötelességem szeretni. De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani. Csak ennyit. Valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról. Arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek.
Ha ezt hallod majd, Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet elfeledni, nem, soha. Amíg magyar lesz és emlékezett. Jog és igazság, becsület, remény. Hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erőszerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Trianon gyászos napján. Magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan és őszintén, s a nagy sír fölött. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek, némán, csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk. Barátaim, melyik az egyetlen, lehetséges sorrend? Előbb visszaszerezni az elvett részeket, és azután megerősödünk? Vagy előbb megerősödünk, és aztán visszavenni azt, ami minden emberi jogon a miénk? Igen, először itt kell visszaerősödnünk történelmet formáló hatalommá, amely többet fog jelenteni örök jogainknak, mint bármilyen halálos német segítség. De ki fog velünk szóba állni? A vesztes előtt minden ajtó bezárul. Én hiszek a testvériségben. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon, hanem az elnyomás és a rombolás szelleme ellen. Micsoda leckét kaptunk ebből éppen mi, magyarok. Az én nagyapám haja hófehér. Magyarországon lakunk ő, meg én, de mégis nagyon messze van szegény. Vannak ott erdők, szép nagy zöld hegyek, karácsonyfából álló fenyvesek, nyaralni oda mégsem mehetek. Piros alma terem az almafán, abból sem küldhet nékem nagyapám.
pedig az ő faluja is hazám. Pedig az ő faluja is hazám. Másképp lesz, ezt tudom, nem sokára. Ha megnövünk, mi is akkorára. Együtt megyünk az ő falujába. Együtt megyünk az ő falujába. Visszavesszük a kerti almafát, a zöld erdőt, az ős magyar hazát, a fehérhajú szegény nagyapát, a fehérhajú szegény nagyapát. Ültünk a rádió körül, s vártuk a híreket. Március óta megszoktuk így körülülni a rádiót, és közönös arccal, de pattanásig feszült idegekkel várni valami csodára, ami egyszer előpattant majd a hangszóróból, és örömmel törti meg a szobát körülöttünk. Tudtuk, hogy megtörtént már a döntés Bécsben. Tudtuk, hogy ismeretlen emberek egy percre kezükbe fogták a sorsunkat. Imádkoztunk magunkban, hogy legyen a lelkünknek olyan szuggesztív ereje, mely képes legyen egy pillanatra befolyásolni az ismeretlen kezet, amely talán most húzza meg a vonalat, mely számunkra az életet jelenti, vagy a halált. Aztán megszólalt a rádió. Éreztük. Nem. Tudtuk, hogy valami nagyot fog mondani. Nagyot mondott. A bécsi döntést mondta. ...1938 és 41 között négy határkiigazításra került sor. Az európai nagyhatalmak müncheni egyezményét követő első bécsi döntés eredményeként 1938 novemberében a felvidékről visszakerült 12 000 négyzetkilométernyi terület. 1939 márciusában Magyarország visszaszerezte Kárpátalját. A második bécsi döntéssel 1940. szeptemberében hazánk visszakapta Észak-Erdély 43 ezer négyzetkilométerét, és végül 41. áprilisában visszafoglaltuk Bácska déli részét is. Magyarország így 170 ezer négyzetkilométeres középhatalommá vált. Ez a nép a legreménytelenebb helyzetekben is képes önerejéből megújulni. Minden leveletésünkből, minden megszállásunkból fel tudunk tápászkodni. Valamilyen csodára mindig képesek vagyunk. Ha panaszkodunk, abból nem lesz semmi. Bármennyire nehéz, teremteni kell, csinálni kell valamit. Nem könnyű, de lehet. A Nemzeti Összetartozás napja a 2010. évi 45. számú törvény szerint az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója június 4-e Nemzeti Emléknap Magyarországon. A törvény elfogadásával az országgyűlés kinyilvánította. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Reményik, Sándor, ha nem lesz többé iskolánk. Ha egyszer nem lesz többé iskolánk, nem lesz üvegház gyönge palántáknak. Ha nem lesz tandarám, hol a tanító nyíló ajakán az ige virág magyarul terem. Ha nem lesz többé szentesített mód,
oktatni gyermekünk az ősi szóra. Ha minden jussunkból kivettetünk, egy iskola lesz egész életünk. S mindenki, mindenkinek tanítója. Nem leszünk semmi más hitben, hűségben, tisztaságban. Egymásnak folytonos példaadás. És esküszünk mindenre, ami szent nekünk. Így iskolátlanul egymásból olyan nemzedéket nevelünk, hogy mind az idők végezetéig megemlegettetünk.